Kemény játékból és bomba gólokból idén sem volt hiánya Winter Classic amatőr jégkorong tornán Szabadkán. A 8 csapatos mezőnyben a bolgár Old School csapatának sikerült megszerezni a harmadik helyet, miután a bronzmérkőzésen 5-0-ra kiütötték az újvidéki Vojvodina csapatát. Došli smo ovako malo spremniji nego ranije. Turnir je dosta na dobrom nivou. Jedino što je malo problem sa stadionom, inače let, organizacija, sve je super. A döntőben a finn Jormáz és a szlovák Old Boys küzdött meg a bajnoki címért. Az összecsapás harcias játékot hozott, amelyben a szlovákok szerezték meg a vezetést, amelyet egészen a mérkőzés utolsó előtti percéig meg is őriztek. Ekkor azonban a finnek is megmutatták tudásuk legjavát és kiegyenlítették az állást. Döntetlen eredménnyel azonban nem végződhetett finálé, így jöhetett a szétlövés, ahol csak a finnek tudtak gólt szerezni, így ők örülhettek a bajnoki címnek. Tournament is very great, nicely organization, everything is okay, nice, easy, calm, easy go, and good atmosphere here. Everybody is happy. We are, you know, old gentlemen who really love play ice hockey. A Winter Classic amatőr jégkorong tornát már 12. alkalommal szervezték meg Szabadkán. Ez azonban évről évre nehezebb, ugyanis a sporteseménynek nincs szponzora. Nem támogat bennünket senki. Évről évre nehezebb megszervezni a tornát, mert ugyan van nevezési díj, de ezt a nevezési díjt ezt szinte teljes egészében a torna szervezésére fordítjuk, tehát a csapatoknak ajándékpólókat biztosítunk, akkor itt rengeteg költség merül föl, akár az első segélyben, hogy részesítsük a játékosokat, a bírók költsége, pályafenntartás. Ezt nekünk mind ki kell fizetnünk. A Winter Classic amatőr jégkorong tornán idén is a határokon átnyúló baráti kapcsolatok ápolása szerepelt az első helyen.